A mai adásban az első okos otthon központról szeretnék nektek néhány szóban mesélni. Nagyon érdekes a története. Egy Jim Sutherland nevű amerikai villamosmérnökről szól a történet, aki a Westinghouse nevezetű cégnek dolgozott, és az ottani Product 4 típusú számítógép fejlesztéséért volt felelős. Az egyik ilyen készülék kiselejtezésre került az egyik nagy villamoshálózat szolgáltatótól, és Jim hitelt vett fel, és megvette a munkaadójától ezt a kiselejtezett gépet, majd felállította az új otthonában ezt a megközelítőleg két gardróbszeknyi méretű gépet, ahol a gardróbszekrény egyik fele a memória volt, a másik fele pedig a számítást végző egység. Maga a készülék nem volt túlságosan energiahatékony, hiszen a maga 3 kW-nyi teljesítmény felvételével azért elég komolyan megterhelte az elektromos hálózatot, ahogy a tulajdonosa viccesen fogalmazott, saját erőművet kellett üzemeltetni hozzá. A számítási teljesítménye a mai napok gépeit tekintve nevetségesnek viszonyulhat, hiszen ma már körülbelül egy karóra vagy egy számológép is komolyabb számítási teljesítménnyel rendelkezik, mint ez az első otthoni számítógépek között sorolható készülék. Az Echo 4 rengeteg érdekes dologra volt képes. Meg lehetett vele írni a bevásárló listát, helyettesítette a termosztátot. Képes volt egy régi telefonkészülékből átalakított irányítószerkezeten keresztül a tévén csatornát váltani, ja, és hát olyan automatizálásokat is meg lehetett valósítani, hogy amikor a gyerekeknek éppen másnap valamilyen dolgozata volt, akkor hirtelen a tévé készenlőti üzemmódra váltott, és nem lehetett bekapcsolni. Emellett a számítógép vezérelte azt a bináris digitális órát, amit, ahogy a készítője viccesen megjegyezte, a gyerekek jobban le tudtak olvasni abban az időben, mint a kétkarú, hagyományos analóg órákat. A készüléknek csodájára jártak a környékről, a Pittsburgh Post is ódákat zengett erről a készülékről, valamint az időjárás előrejelző képességéről. Ennek ellenére sosem került kereskedelmi forgalomba, ez az egyetlen létező példánya. Az Echo 4 1984-ben kapta meg végleges helyét az egyik múzeumban, és hát, mint ismerjük a történetet, ma már azért lényegesen komolyabb megoldásokat tudnak biztosítani az okos otthon eszközök. Hogy pontosan mik is ezek a megoldások? Azt megtudhatjátok majd a következő adásainkból. Akkor is tartsatok velünk, Peti voltam, sziasztok!